Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. Ma is kora nyárias időre számíthatunk, és a tegnapi napunk is egészen meleg volt. Gyönyörű fotó is érkezett hozzánk a napnyugtáról. Ezt a képet Zámoly határában készítette Cseh Sándor. Nagyon szépen köszönjük neki. További érdekes időjárással kapcsolatos felvételeikkel pedig Önök is színesítsék időjárás jelentéseinket. Címünk meteor@mtva.hu. Ma azonban egy pici változékonyságra már számíthatunk, bár nem mindenütt az országban, csak a déli területeken. Oda egy meleg front húzódik fölénk, holnap viszont már egy hideg front is eléri a Kárpát-medencét. Jelentős változásokat azonban egyik front sem okoz, majd mindegyik egészen gyenge formában ér el bennünket. Így ma is csak kisebb záporok, esetleg egy-egy zivatar alakulhat ki a déli, illetve a nyugati tájakon. Másút sok-sok napsütéssel töltődhetünk, és ez meglátszik a csúcsértékeken is, hiszen általában bőven 20 fok felett alakulnak a maximumok, 22 és 28 fok között lesznek a csúcsértékek, és ma még a szél is mérsékelt marad. Bár szerdán már az északi szél támad fel, egyre nagyobb területen erőssé fokozódik, ez pedig fokozatosan kicsit hűvösebb levegőt szállít hozzánk, bár ezen a napon még 20 és 25 fok között lesznek a maximumok, szintén a déli megyékben számíthatunk kisebb záporokra. Csütörtökön viszont már csapadékmentes napunk lesz, de ekkor már a 20 fokot nem mindenütt éri el a hőmérséklet. Péntekre szerencsére mérséklődik a szél, továbbra is csapadék nélkül maradunk. Szombat este érkezhet hozzánk egy markánsabb hidegfront, ami már esőt és záporokat is hoz nekünk, méghozzá jelentősen mennyiségben is reménykedhetünk, viszont amire felhívom a figyelmet, hogy fokozatosan lesznek az éjszakáink egyre hidegebbek, így szombaton a legfagyzugosabb helyeken a hajnali órákban 0 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet, úgyhogy erre mindenképpen készüljenek. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!